Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grace vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Tavaszi nagy takarítás, 10 köbméter szemétől szabadították meg Szekszárdot civilek. Húsvéti nagy koncert, ismét megrendezik a Tolna megyei népzenei gálát. Magyar költészet napja, Tolna megye szerte ünnepelték a verseket. 10 köbméter szeméttől szabadították meg civilek Szekszárdot szombaton délelőtt. A tavaszi nagy takarítás már hagyomány a Tolnai megye székhelyen. Idén Szekszárd 4 pontján dolgoztak az önkéntesek. Tárogató zene nyitotta meg az idei várostakarítást szombaton. Szekszárdon már hagyománya van, hogy civil kezdeményezésre a megyei jogú város több pontján gyűjtik össze a szemetet ugyanakkor. Néhány évvel ezelőtt mi is már szerveztünk a város több pontján hasonló szemétgyűjtést, kisebb-nagyobb sikerrel, de mindenhol azt láttuk, hogy muszáj, és van rá szükség, mert a város több pontja nagyon-nagyon szemetes. Szombaton délelőtt Szekszárd 4 pontján szedték a szemetet az önkéntesek. Egyikőjük azt mondja, olyan, mintha sokan egyáltalán nem használnának kukákat. Szinte mindenféle hulladékból találtak az akció során. Olyan, mintha az emberek itt vennék fel a ruhát, és már egy csomó ilyen ruhának a blokja, a ruhának a címkéje, mindenféle cigicsíktől kezdve, mintha senki nem venné fel el azt. Mindenki mintha mindent ledobna. Tökéletes. A mostani város takarításon már a szekszárdi hulladék kommandó tagjai által megálmodott sétapálcával is szedhették a szemetet az önkéntesek. Viszonylag szép olyan botot kell csinálni, amire büszke mindenki. Nem az, hogy lopva kabát alatt viszem az úton, hanem igenis, sőt, megkérdezik, mi ez? Hát akkor elmesélem, hogy mi ez, mert érdemes, mert Szekszárdért, a Szekszárd tisztaságért, a Szekszárd élhetőbbi tételért bárki szépen suttyomba tehet, nem kell nagy dobra verni, ha nem akarja. A főként civilekből álló várostakarítók végül 10 köbméter hulladékot szedtek össze szombaton. Vasárnap az ukrán-magyar határszakaszon 5266 ember lépett be, míg a román-magyar határszakaszon belépők közül 5036-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, közölte az országos rendőrfőkapitányság hétfőn. A beléptetettek közül a rendőrség 1212 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Pénteken délután összeszámolták az utolsó leadott voksokat is Tolna megye egyes számú választókerületében. A külképviseleteken vagy átjelentéssel szavazók nem változtattak a korábbi eredményen, vagyis a térséget a következő 4 évben is Horváth István, a Fidesz-KDNP politikusa képviseli majd a parlamentben. Hivatalos pecsét került az átadás átvételi dokumentumokra péntek délután a szekszárdi 5-ös számú szavazókörben. 6 nappal az országgyűlési választás után itt számolták össze a leadott voksokat. Néhány perccel később pedig már el is kezdték számolni a zöld borítékos, vagyis az átjelentkezéses szavazatokat, és azokat is, amiket 3-án itt helyben adtak le a szekszárdiak. Ennek külön szabályai voltak, erről még a választás másnapján beszél stábunknak dr. Gábor Ferenc, szekszárdi edzője, az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetője. A bizottság össze fog ülni, a szavazatszámoló bizottság. Fel fogja nyitni a választás napján lezárt urnákat, és a lehozott szavazólapokkal össze fogják vegyíteni, és meg fogják állapítani a szavazóki eredményt, és annak a feldolgozása után a választási bizottság összesíti a szavazókör eredményeket, és megállapítja a választás eredményét véglegesen. Így néz ki Tolna megye egyes számú választókerületének eredménye a szavazatok 100%-os feldolgozottsága mellett. Látszik, hogy az eredményen nem változtattak az 5-ös körben leadott voksok. Horváth István, a Fidesz-KDNP politikusa, a térség korábbi országgyűlési képviselője a voksok 55,51%-át szerezte meg, legyőzve ezzel a szavazatok 35%-ával rendelkező Harangozó Tamást, az ellenzéki összefogás jelöltjét. A szabály szerint péntektől számított 5 napon belül adják át a megbízó levelet az országgyűlési képviselőnek, vagyis a legtöbb szavazatot kapott Horváth Istvánnak.
Az elmúlt három napban 4657 új koronavírus megbetegedést igazoltak idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.872.664 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 60, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 45.781 főre emelkedett. 1755 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 48-an vannak lélegeztetőgépen. Tolna megyében 74 új fertőzöttet regisztráltak a hétvégén, ezzel a járvány kezdete óta 39.596-ra nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Véradásra kéri a lakosságot a húsvéti hosszú hétvége előtt és után az Országos Vérellátó Szolgálat. Hétfői közleményükben azt írták, a beteg ellátáshoz a 4 napos ünnep alatt is szükség van vérkészítményekre, mert az ellátás megfelelő szintű biztosításához szükség van a véradó kiemelt segítségére. Ezért arra kérik azokat, akik egészségesnek érzik magukat, menjenek el vért adni a hosszú hétvége előtt vagy után. A véradások pontos idejéről és helyszínéről a www.ovs.hu és a www.vöröskereszt.hu oldalon lehet tájékozódni. Intézeteik többségében időpontfoglalásra is van lehetőség. 5. alkalommal ad nagy koncertet Bátaszéken a Zsikó zenekar húsvét hétfőn. A rendezvény ezúttal nem csak a folkzene népszerűsítéséről szól, mondta el az együttes vezető, hiszen a programhoz csatlakozott az Ökumenikus Segélyszervezet is, akik az ukrán háború elől menekülteknek szerveznek adománygyűjtési akciót. Ezek a felvételek az utolsó új évköszöntőn készültek, amikor teltház előtt játszhatott a Zsikó zenekar és vendégeik a bátaszéki sportcsarnokban. A Covid-járvány lecsengése után ezúttal húsvét hétfőt választották a népzene ünnepe időpontjának, és ismét neves előadók színesítik majd a programot, hiszen akár Pál István Szalonna, akár Balogh Kálmán neve jól cseng a műfajt ismerők és szeretők számára. A koncertre közel 1200 fős közönségre számítanak a szervezők, de a zenei élvezet mellett a humanitárius segítségnyújtás is szerepet kap. Azért szeretnénk felajánlani ezt a koncertet a háború elől menekültek megsegítésére, mert azt gondoljuk, hogy most talán erre a figyelemre, erre az összefogásra, és erre a szeretetre, és erre az empátiára van most ebben az időszakban szükség, és ehhez kiváló partnerünk az Ökumenikus Segélyszervezet. Ennek megfelelően a koncert ugyan díjmentesen látogatható, de minden támogatást, elsősorban anyagi jellegűt szívesen fogadnak a segélyszervezet munkatársai. Baca Barbara területi vezető azt mondja, folyamatos jelenlétre és segítségre van szüksége a háború elől menekülőknek. Olyan megmozdulásokat tapasztalunk, hogy az valami csodaszám, hogy ha kell, ott van a tartós élelmiszer, ha kell a tisztasági dolgok, ha kell a gyermekeknek a játékok, vagy a gyermekeknek akár a pelenka, ha kell, akkor ott van a pénzadomány, ha kell, akkor kocsikat ajánlanak fel, hogy tudjunk menni a helyszínekre, minél több helyszínre jussanak el a kollégák. Úgyhogy nagyon-nagyon erős az adományozói közösség. A szervezők arra kérik az érkezőket, elsősorban ezúttal pénzadományokkal segítsék a jótékonysági akciót, melyet akár készpénzzel, akár bankkártyával megtehetnek a helyszínen kiépített standoknál. Közel 51 milliárd forint értékben igényelhetnek támogatást elektromos meghajtású autóbuszok és az ezekhez kapcsolódó töltő infrastruktúra kiépítéséhez a 25 ezer főnél nagyobb lakosú települések a Zöld Busz program új pályázatán, jelentette be Steiner Attila, körforgásos gazdaságfejlesztésért, energia és klímapolitikáért felelős államtitkár. Hangsúlyozta, a közlekedési szektor jelenleg a teljes szén-dioxid kibocsátás 20%-áért felel az országban, amelynek legnagyobb része a közúti közlekedésből származik. A klíma és természetvédelmi akcióterv keretében elindított Zöld Busz program célja a leginkább szennyező buszok mielőbbi kivonása a forgalomból, ezáltal a városi életminőség javítása. Kiemelte, a programot a Magyar Helyreállítási Terv keretében megjelent felhívás 50,7 milliárd forint visszanemtérítendő forrással támogatja, amelyet a kormány a hazai költségvetés terhére teljes mértékben előfinanszíroz és biztosít.
Idén 58. alkalommal tartották meg Magyarországon a költészet napját. Hagyomány, hogy április 11-én közösségi kulturális események valósulnak meg országszerte, leginkább a magyar líra köré épülve. Tolna megye több településén is megünnepelték ezt a jeles napot. Se apám, se anyám, se istenem, se hazám, se bölcsöm, se szenvedőm, se csókom, se szeretőm. József Attila Tiszta szívvel című versének megzenésített verzióját adták elő a Szekszárdi Gyakorló Általános Iskola 8. osztályos diákjai a Béla Király téren. A magyar költő születésnapját április 11-ét 1964-ben nyilvánították a Magyar Költészet napjává. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal, de leginkább versekkel tisztelegnek a magyar líra előtt az egész országban. Így volt ez Tolna megye szerte is. Nyolcadikos tananyag ez a vers különben, és az iskolában is nagyon szívesen felelnek úgy, hogy éneklik, hiszen ez egy népdal dallama, úgyhogy nagyon szívesen felelnek énekelve ebből a versből. És rögtön benne voltak, hogy akkor ezt hozzuk össze, ezt a flashmobot. A diákok ezen kívül a Garai, a Liszt Ferenc és a Szent István téren adták elő költészetnapi produkciójukat a járókelők szórakoztatására. Fénycsillan át az üveget lágyan, melegen, szikrázva szórja szét ezernyi aranyló gyöngyszemét. Tolnán Rubányi Anita adta elő azokat a költeményeket, melyek a helyi kulturális központ által szervezett versengő című versíró pályázatra érkeztek. A megmérettetésre 14 éves kortól lehetett jelentkezni. Közel 40 alkotást küldtek be a városból és a közeli településekről. Többnyire középiskolások éltek a lehetőséggel. Egy-két olyan is, ami néhány soros mindössze, de voltak igen hosszú versek is. Tehát ugye ki hogy érzi azt, hogy az, amit mondani szeretne, azt milyen módon, milyen hosszú versorokban, milyen típusú, milyen verstípusban tudja kifejezni, úgyhogy nagyon változatos volt a mezőny igazából. Szabó Dávid megzenésített verseket adott elő a költészet napján Pakson, azon a rendezvényen, ahol átadták a város első verselő-mesélő telefonfülkéjét. Ez a kezdeményezés a település életében egy új kulturális színfoltot hozott. A telefonfülkében paksi és környékbeli verskedvelők szavalását hallhatják, míg a fülke másik felében elhelyezett könyvek közül lehet válogatni, és a kedvükre valót elvinni, vagy esetleg egy másikat otthagyni. Vigyázzunk a virágra! Ez a telefonfülke is ugyanebből a célból készült, hogy vigyázzunk a kultúránkra, vigyázzunk a verseinkre, vigyázzunk az értékeinkre. Jót tesz az életnek, jót ér minden valla, amit ma nevezhetsz, fogjad holnapra. Bártaszéken az óvodások is kivették részüket a költészetnapi programból. Aranyosi Ervintől, Szabó Lőrinctől, Lackfi Jánostól vagy Petőfi Sándortól is hallgathattak a jelenlévők verset a gyerekek előadásában. A programot Nemes Nagy Ágnes Tanulni kell című versének közös elmondásával zárták. Tanulni kell a nyári felhőt. A lobbanásnyi égi erdőt. Az idősebb korosztály sem feledkezett meg erről a különleges napról. Tolna megye legdélebbi településén, Bátán regionális szavalóversenyt rendeztek a szépkorúaknak a költészet napja alkalmából. A nyugdíjas klubok és idősek életet az éveknek Tolna megyei szervezete minden évben megrendezi ezt az eseményt. Idén Tolna, Somogy és Baranya megyékből is érkeztek vállalkozó szellemű nyugdíjasok. Összesen 170-en vettek részt az eseményen. A klubjaink működésének legfőbb motiválója az örömszerzés és a mindenkivel meglévő tettvágy és tehetség kibontakoztatása, és ez egy most olyan alkalom, a versmondó verseny, hogy itt igazán mindenki kibontakoztathatja a tehetségét. A zsűri a legjobb 10 versmondót javasolta a május 11-én Budapesten a Hagyományok Házában tartandó Szólj költemény, vers és prózamondók találkozójára. A múlt hét végi hirtelen jött hideg, fagyos időjárás miatt aggódtak a gazdák, nehogy ezúttal is kár érje a gyümölcsfákat, de úgy néz ki, eddig csak néhány kedvezőtlen fekvésű ültetvényen okozott gondot a tavaszi fagy. Szakemberek szerint a kajszifát a virágzás vége felé érte a fagy, az őszi barack és a nektarinfák teljes virágzásban voltak, ezeket érinthette leginkább a szélsőséges időjárás, de nem történt fagykár. A -1 fokot még elviselték a fák.
A megy zöld, illetve fehér bimbós, az alma zöld bimbós állapotban volt, ezeknél nem jelenthetett nagyobb problémát a hideg idő. A szilva és a cseresznye még fehér bimbós állapotban volt, ott a napokban bekövetkező időjárás dönthet el sok mindent. Regionális híreink következnek. Automatizálás, pneumatika, országos középiskolai verseny Pécsen. Villamossági szakmák a középpontban, pályaorientációs verseny az iparkamarában. Jó évet várnak a szálláshelyeken a Balatonnál, már januártól magasabbak voltak a foglalások, mint az előző év azonos időszakában. A pneumatika sűrített levegő energiájával létrehozott mozgást jelent. Erre alapozva ma már az ipari automatizálás egyik fő iránya ez a terület. Ismerete nélkül nem léteznek gyártósorok az üzemekben. Pécsen országos pneumatikai versenyt rendeztek középiskolásoknak. Ez egy egyszerű pneumatikus szerkezet, amit a pécsi Cipernovszky Károly műszaki technikum diákjai mutattak pénteken. Az oktatási intézményben tartották a Csernánszky Imre országos középiskolai pneumatikai versenyt. A hétköznapokban is sokszor találkoznak az emberek ezzel a szakterülettel, még ha nem is tudnak róla mindig, mondja a zsűri elnöke. Például mondjuk amennyiben olyan fűtőrendszere van a háztartásban, ahol mondjuk a termosztátokat meg lehet szólítani egy mobiltelefonon keresztül, egy wifi rendszerben, akkor ő föl tudja fűteni a házát úgy, hogy mire hazaér, melege van. Vagy mondjuk egy automata sorompó, amikor közelít az autóhoz, vagy egy garázskapu rendszerben, tehát számtalan helyen, ami bizonyosan be fog következni, hogy egyre több helyen fogunk találkozni. Ugye az automatizálásnak sok szegmense van, a pneumatika egy fő szegmense. 29 évvel ezelőtt indult el ez a verseny. Időközben a technológiai fejlődést követve az újdonságok is bekerültek a feladatok közé. Kezdődött úgy, mint tiszta pneumatikus vezéréstechnika, aztán az évek során bekerült az elektropneumatika, hiszen a mai korszerű ipari rendszerekben elektromos jellel történik a pneumatikának a vezérlése. Jó néhány éve pedig a PLC-t, a szabadon programozható logikai vezérlőket vezettük be. Idén 42 diákkal rendezték meg a versenyt. Ők az ország különböző részeiről érkeztek, összesen 17 iskolából nevezték őket. A pénteki gyakorlati feladatok után szombaton hirdetnek eredményt a verseny szervezői. Megtartották a villanyász szakmaismereti verseny döntőjét a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Pályaválasztás előtt álló általános iskolásoknak szervezték ezt a játékos megmérettetést, hogy segítsék őket a szakmaválasztásban. A szakemberek szerint a villamosipari terület biztos megélhetést ad az ott dolgozóknak. Vezetékek, kapcsolók, fényforrások és minden, ami kapcsolódik a villanyszerelő szakmához. A Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában tartották a villanyász szakmaismereti verseny döntőjét pénteken, ahol általános iskolások adtak számot tudásukról. A villamosság, elektronika, elektrotechnika, ez a fő téma. Három fordulós a verseny, általános iskolásoknak hirdettük meg. Az első fordulóban online térben kellett egy szakmaismereti kérdőívet kitölteni a csapatoknak. A második fordulóban pályamunka volt a feladat. Egy elektronikus ugráló békát kellett összeszerelni a csapattagoknak, és ezeknek a pontjai alapján alakult ki az a 10 csapat, aki itt van most a döntőn. Nekik 10 feladatot kellett megoldaniuk az asztaloknál, ezeket pontozták. Továbbra is várják a szakembereket a cégek, mondta a zsűri elnöke. Szerintem elmondható az, hogy minden szakma szakember hiánnyal küzd. Nálunk a villamosiparban ez úgy gondolom, hogy különösen éles helyzet. Azt látjuk, hogy piacaink igénylik az általunk végzett munkát, nekünk pedig ehhez szakemberekre van szükségünk. Ezért is fontosak az ilyen pályaorientációs versenyek az elnök szerint. A helyi iparkamara más módon is igyekszik megszólítani a fiatalokat. Pályaválasztási podcastet indítottak, ahol hasznos információkkal segítik a szakmaválasztást. Jó év elé nézhetnek a szállodák és a magánszálláshelyek a Balatonnál. Az év elejé adatok azt mutatják, hogy januártól már jóval magasabbak voltak a foglalási adatok, mint az előző év azonos időszakában. A legtöbb helyen a hosszú hétvégére már csak egy-egy szabad hely van, és folyamatosak a foglalások a nyári időszakra is.
Ebben a balatonlellei szállodában már nincs üres szoba a húsvéti hosszú hétvégére, de a foglalási táblázatban is jól látszik, hogy a nyári szezonra is elkelt a szobák többsége. Az év első pár hónapjára sem panaszkodhatnak, mondja az igazgató. Talán életünk legerősebb szezonon kívüli időszakát éljük, tehát most eljutottunk oda, hogy hétvégén is és hétköznap is tudunk tehát házakat produkálni, akár egy novemberi vagy januári-februári időszakban is. Tehát a Balaton, mint turisztikai desztináció egyre népszerűbb, egyre többen választják úti célul, nem csak a nyári hónapokban, hanem azon kívül is. Ez a balatonszemesi vállalkozás már két hete kinyitott, és folyamatosan emelkedik a forgalma. Tavaly év végéhez képest, amikor azért is zártam, mert nem nagyon voltak jött a hideg idő, három hónap szünet után, én meglepődtem, hogy milyen sokan vannak. Tehát majdnem azt mondhatom, hogy mint a nyár végén forgalom. Fülöp Zsolt ugyanakkor úgy látja, valamilyen mértékű áremelkedésre számítani kell a Balatonhoz érkezőknek. Az ukrán válság miatt már a nagy kereskedelmi lerakatoknál érezhető a változás, de bizonyos árucikkeket még biztosan nem érint a változás a nagykereknél. Haláruba nem kell félni, mert bevásároltak annyi halból, hogy augusztus végéig, a szezon végéig megvan föl vannak töltve a raktárak. Viszont elképzelhető, hogyha úgy alakul a válság, ahogy én nagyon nem szeretném, hogy akár napi árak lehetnek a nagykertbe, mint mondjuk tavaly az építő anyaggal. Úgyhogy az lenne a legrosszabb szenárió. Az előrejelzések és a foglalások szerint a Balaton régió egyre népszerűbb a belföldi turisták körében, a foglalások pedig azt mutatják, hogy a tavalyi évhez hasonlóan az idén is rekordszámú pihennivágyó érkezhet a tóhoz. Hogyan ünnepelnek az Európai Unió országaiban húsvétkor? Milyen szokásokhoz és ételekhez ragaszkodnak ilyenkor? Ezekről tartottak előadást kisiskolásoknak a Europe Direct Baranya munkatársai Pécsen. Ezt a programot szeretnék folytatni, legközelebb az Adventről beszélnek a fiataloknak. Negyedik osztályos gyerekek figyelik az előadást a Pécsi Nagy Jenő utcai könyvtárban. A közelgő húsvét ünnepről beszél nekik az előadó. Nálunk úgy szokott lenni, hogy tavaly jöttek a fiúk, és szódával elocsoltak minket. Az olyan izgalmas volt, mert egyértelműen akkor suli napja volt, és akkor még egyszer át kellett öltözni. Ezért nálunk így van mindig a locsolkodás. Kimegyünk a kertbe, és el vannak dugva az ajándékok. Én megkeresem, és anyáiknak is nagyobb ajándékot szokott hozni a nyuszi, és én is odaadom anyáiknak az ajándékot. Ezt mondták el az otthoni ünnepelésről ezek a lányok. Most arról hallhattak, hogy az Európai Unió országaiban milyen szokások vannak, mit esznek húsvétkor az emberek, hogyan ünnepelnek. Egy francia faluba megérkezett anno Napóleon a nagy hadseregével, is éhesek voltak, és 4500 tojásból kellett egy hatalmas omletet készíteni, és ezt azóta is azon a településen minden húsvétkor elkészítik ezt a hatalmas omletet. Vagy beszélünk arról is, hogy Rómába, a Szentpéter térre, a Vatikán központjába a pápa húsvéti áldásához azt a sok-sok gyönyörű virágot, azt Hollandiából szállítják ilyenkor húsvétkor, de beszélünk arról is, hogy van, ahol ez inkább tavaszvára ünnep, és nagyon sok sporttal ünneplik. A húsvéti ismeretek mellett magáról az euróról is többet megtudhatnak a gyerekek az előadások alatt. Belecsempészük egy kicsit a földrajzot, térképen a gyerekek megtanulják, hogy melyik tagállam hol van, vihetnek is haza magukkal egy térképet. Beszélünk arról, milyen fontos a többnyelvűség, idegen nyelvet tanulni, hogy eljussanak majd ezekbe a tagországokba, és most először általános iskolásokkal kezdtük ezt a programot. A pénteki volt a harmadik alkalom, hogy interaktív előadást tartottak a gyerekeknek. Az irodavezető azt mondja, szeretnék folytatni ezt a programot még ebben az évben. Hogyan töltik az adventi időszakot az Európai Unió országai, akkor erről beszélnének a fiataloknak. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Tavaszi nagytakarítás, 10 köbméter szemétől szabadították meg szexárdott civilek. Húsvéti nagykoncert, ismét megrendezik a Tolna megyei népzenei gálát. Magyar költészet napja, Tolna megye szerte ünnepelték a verseket. Kedden a hideg hajnalt követően kellemes tavaszi időre készülhetnek, napsütéses, melegedő időre van kilátás, néhol átmeneti gyenge felhősödésekkel. Csapadék nem lesz, éjszaka nyugodt, csillagfényes idő várható. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket.
Ha látnak valamit, ami önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!